Játékmesék! Sziasztok gyerekek! Termeljünk most búzát és süssünk kenyeret, természetesen gépekkel! Először is össze kell állítsuk ezt a gépet. Ez nagyon érdekes lesz. Farmokon még sose dolgoztunk. Wow! Milyen furcsa kis gép, mintha lenne rajta egy monitor. Valamit biztos, hogy megtanulmányoz. Feltöltjük, hogy tudjon dolgozni. Indulhatunk is neki. Wow! Nézzétek! Kijöttünk a farmra. Itt van ez a traktor. Legelőször is be kell szántsuk ezt a rengeteg itt maradt növényt. Ez nagyon sok tápanyagot fog adni a földnek. Azután pedig ezzel az autóval kivizsgáljuk, hogy mennyi tápanyag maradt benne. A vizsgálat kész! Mehetünk is, és kielemezzük ezt az autót. Lemossuk, nagyon hasznos munkát végzett. A modern, tudományos mezőgazdaságban már így dolgozunk. Lemostuk, és le is öblítettük. Mehet is tovább. Következzen. Ó, ez aztán egy érdekes jármű. Nézzétek, van egy hatalmas tartálya. Itt a kabin. Ó, óriási kerekek. Üzemanyag tartály. És itt van ez a rotáló, mozgó kis dob. Mit tudhat ez? Mindjárt meglátjuk. Fel is töltöttük. És lássuk, mit csinál ő. Szépen elegyengedtük a földet. Most pedig belefecskendezzük a rengeteg természetesen biológiai eredetű tápanyagot. Nagyon jó! Így szeretem. Ettől a föld sokkal termékenyebb lesz, sokkal többet fogunk tudni termelni. Ez a jármű nagyon hasznos munkát végez. Meg is érdemli, hogy szépen lemossuk. Menj szépen tovább. Wow, ez egy igazi traktor. Nagyon szeretem őket. És ezzel szántani fogunk. Nagyon jó, kész is van. Rajta van az eke. Induljunk szántani. Hát természetesen, ha nem töltjük fel, ő sem fog tudni mozogni. Indulás hát! Legelőször is most beszántunk mindent. Szép porhanyós föld lesz. Itt valami kemény lehetett. Valami gyökér ott maradhatott. Még a traktorunkat is megállította. De nem baj, nagyon erős, és mindent felszánt. Nagyon jó, most őt is szépen lemossuk. A szerszámokat mindig el kell mosni, nekem ezt tanították, és természetesen egy traktor is szerszám. Úgy, szépen, tisztán tesszük el. Most pedig, ez nagyon érdekes. Milyen gép lesz vajon? Mindjárt kivizsgáljuk. Ez is egy traktorféleség, csak ő valami más csinál. Boronál talán. Na mindjárt majd látjuk. Fel is töltjük. Ott van neki a kis tartálya. És már mehetünk is ki a földekre. Most mit fogunk csinálni? Aha, most már látom. Hát ez egy tárcsázó. Bizony, a szántást nagyon szépen elegyengeti, és puhává teszi a magoknak. Hú, nagyon jól tud dolgozni. Képzeljétek, ezt régen kézi erővel, vagy állati erővel végezték, de most mindenre van gépünk. Imádom a gépeket. Megmossuk őt is. Úgy-úgy, ezzel elkerüljük a korróziót, nem fog rozsdásodni, és tovább tart.
mert egy ilyen gép borzasztó drága. Most pedig kell nekünk egy nagy teherautó. Vajon mit fogunk benne szállítani? Nagyon izgalmas. Szerintem lehet, hogy a magokat? Meg is töltjük. Lássuk, mi fog most történni? Ó, ugye, hogy mondtam, hogy a magokat fogjuk hozni? Na, vásároljunk be. Búza, búza, búza mag. Úgy, gyönyörű szép, különböző fajta, de nekünk így is jó, vegyítve is szeretjük. Már is tiszta kosz vagy, még ki se vitted a magokat. Nem baj, nem ossuk. Meg nem mondják nekem azt, hogy hogyan dolgozik ez a farmer. Így már, szép tiszta autóval dolgozunk. Most már megvannak a magok. Ehhez pedig egy különleges gépre van szükségünk. Ez, kérlek szépen benneteket, egy magvetőgép. Oda abba a hatalmas nagy dobba öntjük bele a magokat, de mindjárt majd látjuk. Megtöltjük először, és már mehet is. Most pedig megvannak a magok. Betöltjük őket a gépbe. Egy, kettő, három fajta magot keverünk. Indulás! Ezzel ellenálló lesz. Wow! Ez nekem nagyon tetszik. Ez a gép megadott távolságra, megadott sűrűséggel mindent elvetett. Nagyon tetszik! Őt is lemossuk. És leöblítjük. Kész is van. Hú, lesz itt mindjárt búza. Ó, ez vajon mi lehet? Nézd meg, milyen furcsa kis teherautó, mint hogyha valamit szállítana. Mert hát minden teherautó szállít valamit, az a dolga. Ó, hátul van neki az a nagy tárcsa. Ez valamit mindjárt szét fog nekünk szórni, mindjárt meg is látjuk, hogy mit. Én még ilyen gépet nem is láttam. Na lássuk, te mit fogsz szórni? Wow! Aha, tápanyagokat? Nagyon jó! Úgy, szépen kiszórta a tápanyagot, amitől jó, gyorsan meg fognak nőni a szép búza szemeink. Akarom mondani, a kalászok! Nagyon jó! A búza csak nő és nő, mert jól tápláljuk. Én ilyen gépet még sose láttam az életben. Nagyon tetszik. Ó, ez mi lehet? Őt is összeállítjuk. Csupa különleges új jármű. Nagyon tetszenek nekem. Mindig szeretek újakat tanulni. Őt is megtöltjük. Ez valami kis pici traktor, de biztos, hogy fontos munkát végez. Aha! Tudjátok, hogy mi ez? Ő egy különleges kapagép! Látjátok? A növények közé bekeverednek a gazok és gyomok, akármit is csinálunk. Ez a gép pedig megkapálja. Természetesen egy kicsit veszítünk a búzából is, de ezáltal, hogy megkapáltuk, sokkal egészségesebbek és nagyobbak lesznek. Hú, igazán tetszett. Ez is nagyon sok emberi munkát kivált. Géppel mindent elintézünk. Kész is van. Mehetsz, kis kapagép. Újabb jármű. De jó! Rakjuk szépen őt is össze. Ez megint egy furcsa kis jármű. Szerintem ő megint sprézni fog, spriccelni fog valamit. Megtöltjük. Vajon mit fog kisprézni? Ó,
nézzétek, tiszta, száraz a föld, és szegény kis növénykéink is szárazok. Ez a teherautó nagyon sok vizet ki tud szórni, és ezáltal egészségesek és jobban fognak nőni a kis búza szemeink. Úgy-úgy, ezt szokták megoldani hatalmas nagy óriási gépekkel is, de ez egy kicsi földterület. Nézzétek, magukhoz térnek a búza szemeink. Nagyon jó. Úgy-úgy, kész is van. Lemostuk, és leöblítjük. Nagyon érdekes kis vízilocsológép vagy. Jó volt látni, hogy dolgozol. Ezt viszont mindenki ismeri. Amikor szépen megnőtt a búza, le kell aratni. Ő pedig egy kombájn. Bizony-bizony, ott van elő neki a nagy motorla. És így aztán mindenki felismeri. Gyerünk, arassuk le a búzát. Már nagyon vágják a pékek. Indulás! Megnőtt, gyönyörűek a kalászok. Hú-hú! Csak úgy halad, és hátul ott marad a szalma. Ebből lesz az igazán finom a tehénkéknek. Nagyon jó! Szépen-szépen learatunk. Az aratás után nagyon sok madár is kimegy a földekre, mert hát maradnak ott maguk nekik is. Nagyon jó! Kész is van. Biztos, hogy nagyon jó volt a termés. Locsoltunk is, kapáltunk is. Igazán jól dolgoztunk. Most lemossuk ezt a gyönyörű szép kis kombányt. Kész is van. Mehetsz dolgodra. Most pedig mindjárt kész a liszt. Ó, ő mi? Ő is egy másik gép, ami pedig fölszedi a földeken kinhagyott növényrészeket. Általában ezt egy gép szokta elvégezni. Lássuk csak. Megtöltjük, de itt most ezt két gépre szétbontottuk. Lássuk, most pedig szépen begyűjtjük. Úgy-úgy. Csak úgy szedi fölfele. Nagyon jó, nagyon jó. A learatott búzát szépen fölszedi és kicsépeli. Úgy-úgy. Látjátok, már üres is a föld. Mindent összeszedtünk. Amit pedig felszedtünk, egy járműbe átöntjük. Itt is van már a teherautó. Nézzétek, innen aztán nincs menekvés. Minden szépen a helyére kerül. Nagyon jó. Őt is szépen lemossuk. Jó. Meg is van. Még egy öblítés, és már mehetünk is tovább. Következik számunkra ez a teherautó. Ővele nagyon jó munkát fogunk végezni, mert a rengeteg learatott búzát szépen el tudjuk szállítani a malomba. Nagyon jó, hatalmas teherautó, sok búzánk van. Természetesen őt is meg kell tölteni. A kenyér búzából készül, a jármű üzemanyaggal megy. Egy is érkeztünk! Wow, itt aztán betöltjük a búzát, és megőrli ez a különleges vadonatúj masina. Ez már nem olyan, mint a régi malmok voltak. Nézzétek! Tiszta űrtechnológia. Nagyon jó! Le is mossuk. Ez egy különleges élmény volt.
egy kis öblítés, és már pihenhet is a teherautós. Most már van lisztünk. A lisztet el kell szállítsuk. Úgy-úgy, van egy csomó kereke. Emlékeztek, milyen teherautóba töltötte az előbb a malomba a lisztet? Az a hatalmas gép. Feltöltjük őt is. Indulás a malomba. Akarom mondani, lehet, hogy már a pékségbe. Bizony! Megyünk is már a pékségbe. Behoztuk a rengeteg lisztet, betöltik, és a gépek már el is készítik a rengeteg kenyeret, és mindenféle pékségi terméket. Nagyon jó, én szeretem a perecet, a kalácsot, a kenyeret, a muffint, mindent! Szépen ki is osztunk mindent a boltokba. Így halad a munka, gépesítve, minden könnyű. Jó, ez is megvan. Megvan a kenyér, és megnéztük azt is, hogy hogyan termesztjük a búzát. Ennyi volt hát ez a mese. Szeretnétek hasonlóakat látni? Nézzétek meg a játékmesék további epizódjait is, és ne felejtsetek el feliratkozni. Pápá, és viszlát! Játékmesék!